Képviselő úr, Rudák telepiek, Annahegyiek 10 éve várják a hegyaljút és a Annahegy teteje közötti összekötő járdaszakaszt. Mi újság ebben kapcsolatban? Valóban régi igénye az itt élőknek, hogy ez a járdaszakasz megépüljön. Jó magam 5 évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni azzal, hogy hogyan lehetne ezt a járdát megépíteni. Sajnos az első időszakban, amikor elkezdtük vizsgálni a megépítés lehetőségét, a terveket, akkor egy jogi problémába akadt meg a hivatal eljárása. Itt a Hegyalja úton egyes lakókkal egy területvitája alakult ki az önkormányzatnak, de ettől függetlenül a járdának a terveztetését akkoriban már elkezdtük. Gyakorlatilag azóta minden évben beterjesztem a képviselőtestület elé ennek a járdának a megépítését. Mindig kétfajta választ kaptam. Az egyik az, hogy az építési engedélyt nem tudják megszerezni erre a területre éppen a említett jogi vita miatt. A másik érv pedig az elutasítás mellett mindig az, hogy ezt a járdát egy bizonyos kötelezettségvállalásból kívánja az önkormányzat megépíteni. Ez a kötelezettségvállalás akkor keletkezett, amikor itt a mellettünk lévő nagy területnek a tulajdonosa annak idején egy terület átminősítésért cserébe ennek a járdának a finanszírozását elvállalta, de ezt úgy tette meg, hogy természetesen érvényes építési engedély alapján megépülő járdáról lehet szó. Gyakorlatilag 4 év alatt a hivatal nem tudta biztosítani azt, hogy ezt az építési engedélyt meg lehessen szerezni, ezért ma már úgy gondolom, hogy mivel a járdára szükség van, és hát nincs még 10 év arra, hogy itt az autók között járkáljanak az emberek, ezért úgy gondolom, hogy ezt a járdát úgy kell most megépíteni, hogy a lehetőségek ezt biztosítják. Ezt a szakaszt, ahol ez a bizonyos jogi vita van, megítélésem szerint ki lehet hagyni, hiszen itt a lakók ezt a részt leburkolták, tehát akár járdaként is lehet üzemeltetni, és legalább onnan kellene folytatni addig is, ami a jogi részét rendezik, ahol lehetőség van ennek a szakasznak a megépítésére. Sajnos a képviselőtestület ezt a megoldást nem támogatja, ami a jelen pillanatban az én értelmezésemben azt jelenti, hogy itt mostanában, illetve a következő években nem lesz járda, ha a képviselőtestületen múlik. Ebben két dolog. Az egyik, ami számomra érthetetlen, hogy a hivatal éveken keresztül nem végzi el a feladatát, ami hatósági kérdés. A másik pedig az a szemlélet, amit hát tapasztalok folyamatosan, nem csak most, már régebb óta, az a város perem részeivel szembeni szemlélet, ellenállás, ami egyértelműen ennek a képviselőtestületnek a működési gyakorlatában hát meghatározó kell, hogy legyen. Tehát egy bizonyos érdektelenség az itt élő embereknek a problémái iránt. Képviselő úr, itt gyerekek és idősek közlekednek föl, érthetetlen számomra, hogy ki az, aki nem támogatja, ezt elmondaná nekünk? Sokkal könnyebb lenne elmondanom azt, hogy ki az, aki támogatja ennek a járdaszakasznak a megvalósítását. Rotalszki Györgyné és én szoktuk megszavazni, ami számomra teljes mértékben érthetetlen. A körzet korábbi képviselője, az én elődöm, dr. Albert Gábor is azt az álláspontot képviseli, hogy járdaszakasz itt csak a kötelezettség vállalás terhére építhető meg, ami azt jelenti, amit már említettem, itt hosszú éveken keresztül nem lesz járda. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak ezt a járdát meg kell építenie. A kötelezettségvállalás az egy polgárjogi szerződés két fél között, és ez, ha esetleg mégsem szándékozna a vállalást tevő ebben a munkában részt venni, akkor természetesen ez a vállalás behajtható. Úgyhogy én nem látom annak akadályát, hogy erre várva itt mondjuk még 10 évig ne legyen itt járdott.